Az NB2 délkeleti csoportjában szereplő Conti Tekmakó EKC férfi kézilabda csapata tavalyi szezont a 8. helyen zárta. A csapat rátája 7 győzelem, 4 döntetlen és 11 vereség volt. A nyári szünetben jelentős változásokon esett át az együttes, az őszi idényben nem lép pályára többek között Fekete Gergő, Zöldi Péter, valamint Mizsin Dániel. A kapus Avramov László pedig a visszavonulás gondolatával foglalkozik. Azonban a klub a közvetlen utánpótlásával 5 juniorral erősíti a felnőtt osztályt, emellett több rutinos játékos is érkezett a marosmentiekhez. A PIK-től igazoltunk 2 játékost, egy kapust, meg egy beállót, illetve 2 játékos kapunk 2-ös játékengedélye, akik a NB1B-s keretben játszanak 2-ös játékengedéllyel. A Algyői FKS-ével is nagyon jó kapcsolatunk van, onnan is kaptunk játékosokat, illetve 2-ös játékengedélyük van azoknak a fiúknak is, akik jöttek. Gera Norbert vezetőedző elmondta, a felkészülési edzéseket szinte minden alkalommal az alapoktól kell kezdeni, ugyanis ekkor tudja csak igazán megismerni az új játékosokat. A csapat augusztus első hetében lépett először pályára. Az amiben idáig a fizikális felkészülésre helyeztük a hangsúlyt. A labdás dolgok, a technikai, taktikai dolgok azok most kezdődnek majd. És ugye jönnek majd az edzőmérkőzések, holnap is, holnap után is, ahol inkább az új játékosoknak az éles szituációban való szereplésére vagyok elsődlegesen kíváncsi, illetve szeretném látni azt a futómennyiséget, amit elvégeztünk itt az elmúlt hetekben. A kézisek a bajnokság előtt többek között még elutaznak Kecerre, Orosházára, valamint Kunszermátorra, különböző tornákra. A Conti Tekmakó EKC férfi kézilabda csapata az őszi szezon szeptember 23-án kezdi meg, 6 alkalommal játszik hazai pályán és 5-ször vendégként.